Kérhetünk, kedves Veszprémiek! Minden nemzet életében eljönnek azok a sorsfordító történelmi pillanatok, amelyek lehetőséget teremtenek a nemzeti önrendelkezés megerősítéséhez, évtizedeken átívelő jövőkép alapjainak lerakásához. Olyan történelmi pillanatok, amelyek szilárd alapot biztosítanak egy nemzet nyelvének, kultúrájának megőrzéséhez, országhatárainak fennmaradásához. A magyar nemzet számára ilyen történelmi pillanat volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. A magyarok szabadságvágya, az elnyomó Habsburg hatalom elleni vakmerő kiállása, a forradalmi harcok során tanúsított küzdeni tudása megteremtette a polgári Magyarország alapjait. Az 1848-as események egyik szimbólumává vált a nemzeti színű kokárda, valamint ekkor vált hivatalosan is elismert magyar nemzeti jelképé a piros-fehér-zöld zászló. A piros az erő, a fehér a hűség, a zöld pedig a remény szimbóluma. Bárkik lehetünk ebben az országban, ez a három szín és a hagyatéka összeköt bennünket.